Délelőtt fél kilenckor indult a Fekvő Katona emlék, mitől a Magyar Tartalékosok Szövetségének emléktúrája. Csak hogy mint a múlt héten Zámoljon, most is a Doni katasztrófa 80. évfordulójára és a harcok áldozataira, hőseire emlékeztek a sétával. Az emléktúrák hagyománya 2001-re nyúlik vissza. Akkor négy fiatalember tisztelegve a nagyapjuk az elődeik emléke előtt Nagyvázsony és Tapolca érintésével Veszprémből elgyalogoltak Tapolcára, ezzel próbáltak meg tisztelegni a elődeiknek. Innen eredeztethető, és immár most már 23. alkalommal csináljuk ezt. Ennek a rendezvény és programsorozatnak most az a neve, hogy Matas Don 80. A pénteki túra a város határain belül zajlott, elsősorban középiskolásoknak szólt, de bárki csatlakozhatott az emlékezőkhöz. Egyebek mellett a Váciból, a Hunyadiból, a Vörösmartiból és a Jákiból érkeztek fiatalok. Közel fél százan keltek útra, végig járván Fehérvár világháborús emlékműveit a nap folyamán. Érdekessége ennek a menetnek, hogy az elején és a végén fogok csak én beszélni. Minden más helyszínen arra a tanárurak által kijelölt fiú vagy lány, tehát egy tanuló fogja a többieknek elmondani, hogy milyen apropóból állott az az emlékmű, milyen apropóból vagyunk ott, és mi jellemző, ez egy talán, ha szabad ilyet fogalmazni, ilyen rendhagyó, ilyen dinamikus, Tört, történelem óra szerűen fogunk a mai napon körbe menni és emlékezni a Doni hősökre. A 80. évfordulóhoz kötődő emléktúrák sora nem ért véget a mai nappal. Februárban és márciusban szervez még emléksétát a Matasz, melyhez bárki csatlakozhat. A túrák pontos időpontjáról és indulási helyszínéről a Matasz internetes elérhetőségein lehet tájékozódni.